Szükség van a barátokra, az igaz barátokra, nem a borbarátokra szoktam mondani, mert igazából, ha bajunk van, gondunk van, vagy ha örömünk van, igazán az igaz barátok azok, akik tudnak velünk együtt örülni, akik tudják átérezni, ha vannak gondjaink, problémáink, és tudnak segíteni. Azt nevezhetjük igaz barátnak, akit, ha nekem problémám van éjszaka 3 órakor, őt felhívhatom, hogy ez és ez az én bajom, nem piclicsári dologra gondolok, hanem komoly problémára, és ő nekem akkor segít, tanácsot ad, vagy éppen ha kell, személyesen is segítségemre van. Ilyen barátot kell választani, aki nem érdekből választ engem barátjául, hanem a lelkünk is azonos. A mindennapi életben is, a családunkhoz is, a munkánkhoz is egyformán viszonyulunk. És ez így alakul ki az igaz barátság. A barátok el tudják vinni jó irányba, és el tudják vinni rossz irányba a gyerekeket. Nem mindegy, hogy milyen baráti körhez csapódnak a gyerekeink, az unokáink, hiszen a mai korban élő fiatalok nagyon sok nehéz dolognak ki vannak téve, és sokszor azt gondolják, hogy akkor jó, akkor tűnnek ki, akkor fogadja el, ami igaz, a kortársi csoport, ha azokkal a dolgokkal azonosul, amit az a csoport, az a baráti közösség képvisel. Gyerekkorban inkább a barátság az, ami elkezdődik. De ezek a barátságok, amik akkor kezdődnek, ezek lehetnek életre szóló kapcsolatok, mert mikor később már fiatalkorban, akár serdülő, akár később a 16-20 éves korban kötött barátságok, ezek nem biztos, hogy hosszúak lesznek. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.